Az útdíj részét képezi az infrastruktúra és a külső költségdíj. Előbbihez az utak építésének, üzemeltetésének, bővítésének és fenntartásának költsége, amíg az utóbbihoz a zaj, illetve levegő szennyeződés miatt felmerülő költségek tartoznak. Sem díj, sem pedig területi változások nem történtek a matricák használatában 2016. január 1-től. Nem történt változás egyébként a matrica kategóriákat tekintve sem, tehát továbbra is meg lehet váltani a jól megszokott heti 10 napos matricát, a jól megszokott havi matricát, az éves országos jogosultságot, a most megváltott éves országos jogosultság, a vásárlás időpontjától, tehát a kifizetés időpontjától 2017. január 31-ig lesz majd érvényes, és úgy tapasztaljuk, hogy nagy népszerűségnek örvendenek a megyei matricák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen több mint 15 ezer darab megyei matricát értékesített a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT, így a 16 díjköteles úthálózattal bíró megyéből a 10. helyen áll térségünk az eladásokat tekintve. Kedvezményben részesülhetnek a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak, így a D2-es csoportba tartozó 7 személy szállításánál többre alkalmas jármű matrica díja mindössze 5000 forint, az egyébként D1-es kategóriába tartozó autók 10000 forintos díja helyett. Amennyiben D2 kategóriába tartozó járművel rendelkeznek, ugye itt jellemzően a 8-9 személyes kis buszokról van szó az ő esetükben, januártól már nem utólag tudják visszaigényelni a két díjkategória közti árkülönbözetet, hanem amennyiben eleget tesznek előzetes bejelentési kötelezettségüknek kormányhivatalokban, okmányirodákban, akkor a bejelentést követően, a mentességi nyilvántartásba való felvételt követően jogosultak már nálunk a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltatónál, illetve a viszonteladói értékesítési pontokon már a vásárlás során az olcsóbb D1 kategóriában megváltani az E-matricát. A megyei matricákat a szomszédos megyében található első csomópontig használhatják fel az autósok. Az ellenőrzési rendszer hatékonyságát folyamatosan fejleszti a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT, kamerákkal és országos lefedettséggel rendelkeznek. A pótdíjak összegesen változott a tavalyihoz képest. Személyautó esetében 30 napon belül kifizetve 15 ezer forint, míg ezt meghaladva nettó 60 ezer forint a büntetés mértéke. 2015-ben mindössze 2-3% volt a jogosulatlan úthasználók száma, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő arány, tette hozzá Kibédi Varga Lajos.